Egyelőre megoldódott a kolozsvári szemét elhelyezésének gondja. A megyei önkormányzat néhány hónapig még haladékot kapott a környezetvédelmi őrségtől. Ez idő alatt azonban megoldást kell találni a szemét gondokra, hiszen a pataréti telepet hivatalosan már 2012-ben telítetnek nyilvánították. A gond nem csak a szemétről szól, hanem annak a papíron 800, nem hivatalosan, majdnem 2000-es roma közösségnek az életéről is, akik a szemétben, a szemétből keresik a mindennapi betevőt. Ami kiváltotta ezt a krízis helyzetet, hogy tényleg telített, sőt, többszörösen telítettnek bizonyult az akták szerint az ideiglenes pataréti szeméttelep. És azért mondtam ilyen furcsán, ilyen hosszan, mert igazából csak aktákban van így, mert gyakorlatilag üres. Ennek több oka is van, hogy miért üres. Ott egy érdekes szelekció működik, amelynek nem igazán van papíron nyoma. Tegnap is volt egy beszélgetésünk a pataréti cégnek a vezetőjével, és elmagyarázta, hogy történnek ott a dolgok, hogy gyakorlatilag az, ami bemegy, az a szemét mennyiségnek 20%-a arat marad meg. Mert kiválogatják, ennyi. Ott egy elég nagy számú roma népesség van, aki ebben foglalkozik, ebből él, válogatja, árulgatja, rendezi ezeket a hulladékokat. Az őrségnek az volt a dolga, hogyha látta, hogy egy 46 ezer köbméteres telepen 172 ezer van gyűjtve, akkor normális, hogy kijött, és az volt az első reakció, hogy hát akkor le kell zárni, mert ez túlzottan telített. Igen, amikor látták, hogy miről van szó, és persze egy, nem mondhatom, hogy rossz indulattal, mert tényleg a hívásunkra eljöttek a legfelsőbb vezetősége az őrségnek, elmagyaráztuk a polgármesterrel, hogy miről van szó, megértették, csak ezt valahogy rendbe kell hozni. És ezért kaptuk ezt az 5 hónapos haladékot, hogy ebbe az időbe legalábbis a papír helyzeten oldódjon meg az a 172 ezer köbméter. Még mindig ott van az engedélyezett, törvényesen engedélyezett telep, amelyik 46 ezeret bír, mivel hogy az még üres. És működik, nincs bezárva, a megyéből is hozzák a szemetet, a városból is viszik oda a szemetet. Lehet, hogy felmerül, hogy akkor mikor lesz az a szelektív hulladékgyűjtés, ugye? Az már elkezdődött, arra informál a projektet, arra külön színes kukákat vetünk, mert ez benne van a menedzsmentjében a szeméttárolásnak, de ez még akkor történik meg, amikor tényleg az a szemétgyár, gyakorlatilag ez egy teljes üzem, amit EU-s alapokból megépítünk, mikor az meg lesz, akkor tényleg szelektíven megy be ezek a dolgok, hogy ellopni mondjuk a műanyagot, fémet meg stb. Nem lehet, mert az már értékesíti az, aki összeszedi, és akkor fel fog merülni az a gond, hogy mi lesz ezekkel az emberekkel, akik ebből élnek. Na itt egy olyan gond van, amivel a polgármesteri hivatallal is, meg úgy, mint kolozsvári lakos, és érezzük ezt a nyomást, és egyenlőre erre még konkrétum választ nem tudok adni. Ott továbbra is valamilyen úton, módon munkát kell adni az embereknek, mert ha azokat munkanélkül hagyjuk, és megélhetési lehetőség nélkül, és akkor mi a következő dolog, mikor egy nagyszámú ember, aki mondjam szépen alacsonyabb felkészültséggel rendelkezik, ott marad, hogy nincs megélhetése. Hova? Mi történik? Olyankor mozdul, egy egész népesség mozdul, és hova mozdul? Hát a metropoliszba, az a legközelebb. Még egyelőre a hatóságoknak sincs, és a városi hatóságoknak sincs egy konkrét tervük, hogy mi lesz azokkal az emberekkel, amikor tényleg megszűnik az, hogy ellophatják azt a újrahasznosító anyagot, és hasznosítható anyagot, és eladják, és abból élnek. Akkor mi történik?
nekünk a szociális, meg gyermekvédelme, szociális védelmekre fordított összegünk körülbelül 40%-a a költségvetésünknek. És még emellett, még a saját befektetési alapunkból is, még abból is támogattunk külön projekteket, hogy ilyen, ha lehet árva gyermeket házhoz, vagy mit tudom, 5-6 van egy háznás, egy valaki foglalkozik. Sok és elég nehéz. Nemrég tartották itt Kolozsváron azt a konferenciát, amely a társadalom peremére szorult, veszélyeztetett társadalmi csoportok életminőségének javításáról szólt. Itt mutatták be azt a Norvég Alap által támogatott 2 éves programot, amely célja a Pataréten élő roma közösségek integrálása a város életébe. Bővebben erről a témáról Tonk Gabriella programfelelőst kérdezem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt van. Jó napot kívánok. Tehát miről szól pontosan ez a projekt? Itt ugye szépen felvezettük, de bizonyára ennél sokkal több. A projekt egy integrált projekt, és a pataréti zónában lakó 4 közösséget, tehát mind a 4 közösséget érinti, és azért integrált, mert van egy oktatási, egy foglalkoztatási, egy felnőtt oktatási, egy közösségi biztonsági, egy kulturális és egy szociális gondozási komponense, amelyek egy időben zajlanak és egymással összefonódva. Az egyén, a család, a közösség, az intézmény és a társadalmi szintet célozzuk meg ezzel a projekttel egy időben, és mindezeken a területeken. Tehát ezért mondjuk, hogy a projekt integrált. Mivel ezek a pataréten élő, de ezek a nagyon extrém szegénységben élő családoknak a helyzete annyira komplex, a szükségleteik annyira komplexek, hogy a beavatkozás az ugyanolyan komplex kell legyen és koordinált. Tehát ez egy nagyon fontos része. Értem, ez így elméletileg szépen hangzik. Mi a végcél, tehát hogy mit fogunk végtermékként kapni? Az intervenciónak a végcélja az a pataréti telepnek a felszámolása, mert azt nagyon jól tudjuk, hogy a Pataréd az egy szeméttelep, az egy ipari zóna tulajdonképpen. Nem lakhatásra nem alkalmas. Senki, aki a Pataréden lakik, nem azért tartózkodik ott, mert ő úgy gondolja, hogy ő és a családja és a gyerekei ott kellene felnőjön. A lakosságnak egy része, akiről a megyei tanács alelnöke beszélt, valóban a szeméttelepből származó, újrahasznosítható anyagoknak az eladásából él. A másik fele viszont egyáltalán nincsen kapcsolatban a megélhetési szempontból a szeméttelepen. Úgyhogy azok, akik a szeméttelepen élnek, azok egy olyan több mint 20 éve kialakult kolónia, akik a környező falvakból származnak. Újabban az utóbbi 10 évben már a Erdély más megyéiből is jönnek erre a szeméttelepre. Ismétlem, alapvetően vidéki környezetből származó emberek. A másik része pedig a városból sorozatos kilakoltatások alkalmával oda vitt embereknek a csoportja. Tehát mindenképpen a társadalom peremére szorult rétegről van szó, mély szegénységben élő rétegről van szó. Igen, viszont figyelembe véve, hogy az embereknek a származási helyét, életviteli szokásait, identitását, a mi projektünk tulajdonképpen a társadalmi befogadás vagy inklúziónak a két irányát fogalmazza meg. Egyrészt a város fele. Tehát azok, akik a városból származnak, vagy a várossal szoros kapcsolatot tartanak fenn, vagy azért, mert oda járnak iskolába, vagy azért, mert ott dolgoznak, vagy oda szeretnének tartozni, a városhoz szeretnének tartozni, azoknak az oktatási, a foglalkoztatási asszisztenciát és minden egyéb segítő programot, amit ez a projekt tartalmaz, azt a város fele irányítjuk. Viszont vannak olyanok, akik mondom, a falusi környezetből származnak, más megyékből származnak, akiknek vannak kapcsolataik a származási helyükkel, azoknak ezt a
az eredetét, vagy az eredeti lakóhelyen a megélhetésüket kell támogatni, igen, mert ők nagyon szívesen visszaköltöznének. Tehát nagyon sok a migráns család például, akik télire hazaköltöznek, de tavasszal, nyáron itt dolgoznak. Ezek szerint, hogyha jól érzem a mondottakból, létezett egy előtanulmány, tehát még mielőtt a projekt maga megszületett volna, tehát hogy kijártak a Patarétre, látták és észlelték az ottaniak helyzetét, beszélgettek netán velük, és utána fogalmazták meg ezeket a gondolatokat? Természetesen a projekt az egy 2,5 éves munkának az eredménye. Az ENSZ fejlesztési programja keretében lebonyolított projekt volt ennek az előkészítő tevékenysége, ami 2,5 éven keresztül zajlott. Ez egy szociológiai tanulmánya, felméréssel kezdődött, amelyet a Bábesbolyai az ENSZ fejlesztési programjával partnerségben készített el, ahol felmértük a jelenlegi szociális, gazdasági helyzetüket az ott lakóknak, és van egy nagyon reális képünk arról, hogy az emberek milyen háttérre rendelkeznek, milyen oktatási szinttel, milyen munkatapasztalatokkal, milyen szociális kapcsolatokkal, milyen származási helyen, stb. És ennek függvényében tudjuk a beavatkozást megtervezni. Mennyiben szeretnének ők integrálódni? Városba vissza, falvakba vissza. Tehát kérdés itt, hogy ők ki akarnak-e szabadulni ebből a helyzetből, hiszen egy-egy helyzet, mint tudjuk, az nagyon megszokottá tud válni, és nagyon normálisnak tud hatni. Patarétán bárkivel, akivel az ember szóba áll, tehát mindenki azt mondja, hogy el akar innen menni. Tehát ez annyira tarthatatlannak érzik az emberek a saját helyzetüket, hogy ez nagyon, nagyon nyilvánvaló mindenki számára. Persze az, amikor, tehát nagyon, amikor ezt a kérdést feltesszük, figyelembe kell venni azt, hogy annak az embernek milyen perspektívái vannak, tehát milyen életperspektívái vannak, hogy tudja magát elképzelni, milyen lehetőségeket tud magának elképzelni. Mivel a perspektívák eddig nagyon-nagyon szűkek voltak, addig az emberek nem is nagyon mertek másban gondolkozni. Viszont ahogy az ajtók vagy a perspektívák megnyílnak, a gyerekek iskolába járhatnak, a szülőknek munkahelyi lehetőségeik lesznek, úgy a saját életükről alkotott elképzelések is sokkal variáltabbak lesznek, mint az, hogy a szeméttelepen dolgozzanak. A projekt maga 100 családot foglal magában, nem? Tehát, hogy 100 családdal működnek együtt. Gyakorlatilag ez mit jelent, ez az együttműködés? A projekt szerint 100 családot fogunk bevenni a programba, ami azt jelenti, a projektnek a központi eleme az oktatás. Tehát a gyerekeknek az oktatását szeretnénk elősegíteni úgy, hogy közben a család maga képessé válik az oktatás fenntartására, vagy az oktatásnak a biztosítására. De hát oda ugye bevétel is kell, bevételi forrás is persze. kell. Persze, tehát ezért mondom, hogy az oktatáshoz az foglalkoztatás is hozzákapcsolódik, és a felnőtt oktatás, azon kívül pedig a különböző gyermekgondozási formák, mert ahhoz, hogy egy gyerek iskolába jusson, ahhoz ugye nyilván egyrészt fizikai, tehát ruházatra van szüksége, élelemre van szüksége, napi rendszeres étkezésre, stb. Ahhoz szállításra van szüksége, és ahhoz van szüksége, hogy ne kelljen dolgozzon, a családi jövedelemhez ne kelljen hozzájáruljon, illetve ne kelljen a kisebb testvéreire vigyázzon. Tehát az egész a családnak a működési módján kell változtassunk, mert hogyha egy gyerek iskolába megy, ez felborítja a család egészségét. Igen, mert lehet, hogy nem tud besegíteni a szemétben így van. A szelekcióhoz, stb. Így van, és nagyon sokszor mínusz lesz a bevétel. Egyrészt, másrészt pedig a kisebb testvérekre vigyáznak. Tehát, hogy mi mindezeket a tényezőket figyelembe kell vegyük ahhoz, hogy a szülők el tudják látni a szülői feladataikat. Tehát mi a szülőket ebben akarjuk megerősíteni, hogy a szülői feladataikat. Hogyan választották ki ezt a 100 családot? Hiszen ugye itt 300 családról beszélünk, ami a Dallas, nem a Patarét körüli telepet, negyedet, minek nevezzem, illeti, de ebből csak 100. Mi volt a kritérium?
Nincsenek a családok már előre kiválasztva, hanem azt szerint lépnek be a programba, ahogy ők jelentkeznek. Tehát, hogy a részükről is a nyitottság nyilván, meg kell, igen, hogy legyen. Tehát, hogy másképp úgy gondolom, hogy ez nem lehetséges. Azok, akik segítségért fordulnak hozzánk, azok automatikusan belépnek a programba, és egy komplex programba. Tehát, hogy az egész akció az egy előzetes felméréssel indul, utána egy szolgáltatási tervnek az elkészítéséről, és utána egy részletes felméréssel, stb. Tehát ez a szociális gondozásnak a standard módszertanával, viszont kiegészítve azokkal az erőforrásokkal, amelyeket a hagyományos szociális gondozás nem, nincsenek meg, például az állami, ugye a polgármesteri hivatalnak a szociális szolgáltató részlege nem rendelkezik azokkal az erőforrásokkal, hogy az oktatásban is tudjon segíteni, a foglalkoztatásban is, a közösségi biztonságban is, a kultúrában is, és amúgy ez lenne a feladata, de hogy ezekben a nagyon komplex és nagyon mész, tehát marginalizált helyzetekben a normál szolgáltatók nem boldogulnak. Értem. És egy utolsó kérdés, hogy úgy akartam föltenni a kérdést, hogy csodákra számítanak-e, de mint tudjuk, ugye hosszú évek teltek el csodák nélkül ebben a témában, és hát két év alatt lehet, hogy szkeptikus vagyok, de azt mondom, hogy bizonyára nem tudnak csodákat elérni. Mi a fő cél? Tehát, hogy mennyiben gondolkodnak távlati segítségben, távlati jövőben? Mindenképpen távlatilag gondolkozunk, mert ezzel nagyon jól tudjuk, hogy két év alatt elő tudjuk készíteni a szociális integrációt, és el tudjuk készíteni a lakhatást. Tehát, hogy itt a legfontosabb, legégetőbb szükséglete a pataréten élő embereknek az a lakhatás. Integrált, normális környezetben levő, vagy szociális lakás, vagy másfajta lakás. És ennek az előkészítése a cél ebben a két évben, de egy nagyon fontos komponens a projektnek, újabb projekteknek az előkészítése. Tehát ilyen lavinaszerűen elindítani egy fejlesztési folyamatot, amiben maguk a közösségek nagyon-nagyon aktívan részt vesznek. Mert mint tudjuk, a segítség az folyamatos kell, hogy legyen, nem lehet csak valamit odadobni, aztán elfelejteni, vagy elfeledkezni róluk. Köszönöm szépen, Tóth Gabriella, hogy itt volt, és hát sikert kívánok nagyon sokat. Köszönöm szépen.